Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy ázsiai barangolós videó lesz. A mai ország pedig, ahova el fogunk utazni, nem más, mint Észak-Korea, a könyv pedig a Lány 7 névvel. És gyors puskázás, mert végre ebben a könyvben benne volt írva, hogyan kell kiejteni a nevet, amiért nagyon hálás vagyok. Szóval a szerzője ennek Hyun Soo-i, ő a Lány 7 névvel, a társszerzője pedig ennek a kötetnek David John. Ez egy memoár önéletrajzi kötet gyakorlatilag. Hyun Soo-i-nek az életét meséli el a gyerekkorától kezdve Észak-Koreában, majd azt, ahogyan végül is félig meddig poénból átmegy Kínába befagyott folyón, hogy egy kicsit körülnézzen, aztán menekülnie kell, illetve bujkálnia, mert hát ő egy észak-koreai menekülté válik azzal, hogy átment Kínába, és nem tud hazamenni ezek után. Nagyon tetszett ez a könyv olyan szempontból, hogy nagyon gördülékeny volt a stílusa. Mert hogy nem csak ebből a szempontból tetszett, több szempontból is, de az kifejezetten tetszett, hogy nagyon-nagyon frappánsul, meg nem frappánsul, de nagyon gördülékenyen van megírva, nagyon olvasmányos, érdekes, nem éreztem úgy, hogy lennének benne ilyen felesleges részek, hanem tényleg mindegyik rész érdekes volt, mindegyik információ morzsa, amit kaptunk, vagy visszatekintés a szerző emlékeibe érdekes volt. Nyilván ugye a legérdekesebb része talán az volt, ugye, hogy bemutatta ezt az észak-koreai életet, hogy ott milyen a rendszer, hogy megy az emberek élete, hogyan propagandálják őket a saját kormányuk, hogyan befolyásolja őket. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, aztán nyilván jött az a rész, amikor pedig már menekült per bujkált, per próbálta megtalálni, hogy hogyan élje túl külföldön, hogy ne bukjon le, hogy hogyan szerezzen. Hogyan vegyen személyt magának, hogy ne toloncolják ki, hogy tudjon jobb munkát szerezni, nyelvtanulás, és hát végül is egy olyan életutat járunk be, hogy van is hozzá térkép egyébként a kötetben. Az itt végig is viszi ezen a bal oldalin, tehát elindulunk Észak-Koreából, itt körbe karikába, és akkor így elérkezünk végül Dél-Koreába. Jaj, bocsánat, nem, az a szerző családjának az útja volt, tehát ő csak ilyen kiskört, tehát meg Kína egy baromi nagy ország, tehát nem volt az olyan kicsi. És miután ő eljut egyébként Dél-Koreába, utána még azt is elmeséli, hogy hogyan juttatta el a családját, tehát az édesanyját és a testvérét szintén Dél-Koreába. Nagyon tetszett ez a könyv, nagyon érdekes volt, nagyon tanulságos. Nem tudom, hogy az írás stílusa az Hyun Soo-nak vagy David Johnnak köszönhető, mert igazából arról így nem volt külön szó, gondolom segítnek, mint hogy társszerzőként van listázva, gondolom segített a szöveg gördülékenységében. Igen, vannak benne képek is, így bemutató szinten mellettük is vannak szövegek. Nagyon jó volt ez a kötet. Nagyon örülök, hogy egy ilyen tök random vásárlás alkalmával ezt megvettem, és még szerintem az egyik nőnapi booktube-os ilyen közös montázsos vagy kollázsos montázs. Igen, volt egy ilyen közös booktube-os nőnapi videó még valamelyik évben, és abba valaki ezt ajánlotta, de már nem emlékszem, hogy kicsoda. Akkor feltettem listára, mert hogy észak-koreai szerző volt, és én addigra már így akartam a barangolásokat csinálgatni. Aztán egy ilyen Libris 2 plusz egy akciókor megvettem, azóta ez itt volt, és nem mertem elkezdeni, mert azt hittem, hogy majd milyen nehéz olvasmány lesz, mert hát Észak-Korea az ugye diktatúra, meg biztos nagyon meg fogja rá fog telepedni a lelkemre, egyébként nem. Tehát azt írja is a kötet, hogy, vagy írja is a kötetben, hogy neki nem volt igazából kifejezetten rossz gyerekkora, meg ő szerette a családját, meg igazából szeretett Észak-Koreában élni. Nyilván utána kitárult a világ, és sok mindenről más véleményt kényszerült alkotni, mint amilyet neki tanítottak, de hogy alapvetően azt írja is már a legelején, hogy ő nem utálja a hazáját, ő ott nőtt fel, és ő igazából szeretett ott fölnőni. Igen, szóval amúgy nem nyomja meg nagyon az embert, nyilván vannak benne dolgok, amik igen, mert van látott dolgokat, amiket mondjuk egy kislánynak nem kellett volna, de ahhoz képest, mint amire én számítottam, nem volt olyan is. Tényleg ez, hogy csak úgy faltam az oldalakat egy idő után, amikor már jobban leültem és olvastam, és nem csak így felvettem, letettem, hanem tényleg leültem, hogy akkor most ezt elkezdem és rendesen olvasom, akkor nagyon gyorsan, tehát ilyen két nap alatt gyakorlatilag
befejeztem a maradék hát, tehát eljutottam egy ilyen, nem tudom, 100 oldalig, és utána mondtam azt, hogy akkor, de azt ilyen, nem tudom, egy hét alatt, és akkor utána leültem, és azt mondtam, hogy ezt most elolvasom, és két nap alatt befejeztem, tehát fantasztikusan jó könyv volt. Nagyon jól meg van írva, nagyon jó a magyar fordítása is szerintem, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, hogyha valakit így érdekel, akár észak-koreai kultúra, akár erről az egészről így bármi, vagy az, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetből megmenekülni, vagy csak Hyun-soo-yi-nek az életútja érdekel valakit, akkor abszolút nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. Tényleg, én már mondtam mindenkinek a családban, hogy ezt olvassák el, mert nagyon-nagyon jó. Úgyhogy most már a Koreát kipipáltam Dél- és Észak-Koreával. És én ezt a könyvet esélyesnek tartom éves kedvencre jelölésre jelenlegi állapotok szerint, ahogy állok az idei olvasmányaimmal. Szóval ez lenne az észak-koreai barangolás, és ezt a könyvet nagyon tudom ajánlani, hogyha valaki ilyen nemzetiségű szerzőtől szeretne olvasni, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó olvasási élmény volt ez a könyv. És nagyon jó tanulást is biztosított mellé, horizontágítást. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!